Antoine de Saint-Exupéry, a kis herceg. Gyere, játsszál velem, javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelidítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág. Az azt hiszem megszelidített engem. Lehet, mondta a róka. Annyi minden megesik a földön. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom. Az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik. És egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra emlékeztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szélsusogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg, de nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa készholmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz, szép, tisztes távolba tőlem. Úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni hány órára öltöztessem vízbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kis herceg. Az is olyasmi, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvannak például a meguk szertartása. Eszerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kis herceg megszelidítette a rókát. És amikor közeledett a búcsú órája, ó, mondta a róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítsenek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, igaz, mondta a róka. Akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a róka. A búza színe miatt. Majd hozzáfűzte. Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul
Elárulok neked egy titkot.